Szevasz, 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 szevasz. Légy szíved, vedd le a fejhallgatót, ha nem akarsz megsüketülni. Jó, reggel Vietnám! Szevasz, a gyerekek, üdv a csatornák éppen jelentkezik a következő esőre álló Farming Simulator 19. Gyerekek, a mai nap is csodálatos dolgokat fogunk csinálni a TS-be, és el is kellene kezdeni azokat a csodálatos dolgokat. Be kellene röfenteni ezt a rémálmot, olyan hangos, mint az állat. Remélem, hogy valamennyire azért tudjátok kezelni ezt a hangerőt, vagyis halljátok a keepert, ahogy ordét. Na, tényleg egyébként kitaláltam, mindig az van, hogy elkezdek játszani, arra már ki vannak találva, hogy a keeper mit szeretne csinálni. Mármint arra gondolok, hogy ugye én már előre elgondolom, hogy mik azok a feladatok, amiket én szeretnék megvalósítani az aktuális részbe. És egy csomó minden van, úgyhogy a mai rész ez nagyon pörgős lesz, nagyon összetett lesz, érdekes új gépeket fogunk vásárolni, vagyis egy gépet biztos, hogy fogunk vásárolni, sőt, kettő gépet fogunk vásárolni szerintem. Nyomjuk neki, gyerekek, először is körbe kellene húzni ezt a földet, ugye, hogy ne legyen jó, figyeljünk egy kicsit, a törzscsuklós gépek azok azért kihívás jelentenek a keepernek még mindig. Le kellene húzni a föld végét, ha más nem is, ugye oldalát nem kell lehúzni, az hülyeség volt ezelőtt, amit csináltam. Ó, de várjatok. Jó van, majd trágyázunk utána. Ugye le lehetett volna gyorsan műtrágyázni, de annyi baj legyen. Az a lényeg, hogy le kéne húzni a föld végeit, hogy tudjon a gép normálisan fordulni rajt, és akkor igazából minden a frankó kategóriába tartozna már. Figyeljetek, néhány gépet fogunk venni a mai részbe. Kicsit fejleszteni kell a TS-en, többek között a sebességet próbáljuk egy kicsit növelni ebbe a részbe, tehát hogy hatékonyabban dolgozzunk. Egyelőre még ugye ilyen nagyobb gépekre, mint Rávas Tiger nem lesz pénzünk, de viszont én kitaláltam néhány dolgot. A gyerekek, menjünk végig vissza a másik felére is. Ugye, hogyha le van húzva, ezt egyébként elmondtátok, ti is, ha le van húzva a két vége, akkor nincsen gond, akkor szépen megcsinálja a melós. Szóval ezt fogjuk csinálni, itt is lehúzzuk ezt a részt. Ugye mindjárt megmutatom, hogy mit. Meg kell egy kicsit fordulni, talán nem akarunk el. Oké. Úgy. Ugye itt is egy kicsit érdemes megcsinálni szögletesre. Ugye, hogyha össze meg lesz a másik terület, akkor már nem lesz gond, mert ugye ezt az egészet föl fogjuk szántani. Szóval akkor már tényleg nem lesz gond, gyerekek. És itt ezt a sarkot, ezt megpróbálom egy szögletesre kialakítani, hogy a gépnek ne legyen vele problémája. Az a szerencse, hogy ez a T150K azért ez egy tökös jármű, úgyhogy lehet vele gyorsan dolgozni. Utána átadom a gépi segítőnek, amit lehet, hogy nem annyira kedveltek, de muszáj csinálnom mást is, mivel rengeteg dolgom van. Egyébként tényleg jó esőre áll az idő, hál' Isten, most nem kell rakni. Az lenne jó egyébként, hogyha akkor tudnánk megvenni a következő területet, ha éppen ugye az is beérne. Erről már beszéltünk az erőröző részből, ezt már nem akarom tovább ragozni, mert szerintem már mindenki tudja, aki nézi a sorozatot. Jó, ezt ugye így megoldotta a keeper, látod? Erre gondolta, hogy akkor így nem fog annyira belekeveredni a gép. Meg még a másik végét le kellene húzni. Ezt muszáj megcsinálni, úgyhogy nem mondhatjátok, hogy nem dolgozok a gépekkel. Oké, mehetünk a másik végére, azt is lehúzzuk. Egyébként még mindig azt hiszem a portkocsi, ja nem, nincs retce, elvittük. És mindenképpen akkor árpát fogunk küldetni, meg fogjuk nézni, hogy az árpának milyen hozama létezik. Mennyi pénzt tudunk belőle passzírozni. Oké, és kacok. Ugye mivel elkezdtük már a tárcsázást az előtti részbe, emiatt mindenképpen azt kell csinálnunk, hogy majd közben fogunk egy darab trágyázást megoldani. Gyerekek, ki lehet oldalra slittyelni talán? Nem lehet. De egy kicsit, hogyha nagy szitolatok, akkor ki tudom húzni. Így. Csukjuk össze. Nem fér el az oszloptól. Oké, jó gyerekek. Még egy kört megyünk. Vagyis még egyszer leúlom, és akkor nekiadom a gépi munkásnak, és utána meg fogjátok látni, hogy miket fogunk még itt csinálni. Csodálatos dolgokat.
kicsi tolatás, kicsi előremenés, és már jól is áll a tárcsa. Jól áll ennek a gépnek a tárcsa, gyerekek. Hülye vagy, Kripper, nem engedted le. Hát hogy látok, a kapkodás. És aztán tolassál vissza egy körcsuklóssal. Lehetőleg úgy, ahogy kell. Rendesen csóválja a farkát. Na, oké, vég. Azért megy is a kapkodás. Egyébként ma nem lesz sorskártya, úgyhogy ma megúszunk minden. Az a szerencsé, nyertünk még egy földet, szóval... ha veszítünk földet, akkor se olyan nagy probléma van. Azzal a földet természetesen fogunk majd csinálni valamit, szóval ne ijedjetek meg. Ijedjetek itt azt, arra gondoltam, azt kéne csinálni. Megmondom a flankót. Elérjék? Nem. Jó. Fölemeljük. És ahol már itt le van húzva egyenesre, ott lehúzzuk, és akkor nekiindítjuk a gépet. Ennyivel kevesebbet kell neki akkor. Meg itt ugye nem forgolódik megállás nélkül. Fordulás. Viszont ezeknek a törzscsuklós gépeknek nagyon kicsi a fordulókere. Ez elég epikusan jó. Szupi gyerekek, szupi. Viszont a hidraulika elég lassú. Elég lassan fordítja át egyik oldalon a másikra, szóval lehet tökölni. Na jó, felemeljük. Még egyszer, egyébként mindig felemelem természetesen a tárcsát, amikor kiérek. Meg ugye alap, hogy menet közben jó felemelni a lekét tárcsát, ilyen eszközöket. Nem úgy, hogy lerakod, aztán húzod, meg állsz, azt kiemeled, mert ugye sokkal könnyebb a gépnek. Na, dologra paraszt, nyomjad neki. Ezt valószínűleg meg is csinálja, amire én végzek. Igen, amit szerintem kellene vennem, figyeljetek. Egyéb kategóriába ezt meg fogom venni. Igaz, 5000-be kerül, de ez kellene a bolthoz, nekem kellene egy ilyen. Akkor szükségünk lenne, figyeljetek, meguntam ezt a kis zsákozást, kellene nekünk szilárd műtrágya, vásárlás, meg kellene nekünk mag. Kellene nekünk mag. Ez a kettő biztos, hogy kell. Nem tudom, a izéből mennyi van. Ebből. De szerintem abból még van, várjátok, itt össze kellene pakolni egyébként. Itt még van ugye szilárd műtrágyánk, de a műtrágya az rettenetesen gyorsan fogy, szóval az nem árt, hogyha van. Úgyhogy ide le fogunk pakolni még. És ugye a targonc az ott marad a boltnál. Én arra gondoltam. Azt szerintem úgy tök jó lesz. Na, hozzunk traktorokat, gyerekek. A kristálnál van az a traktor, amivel... Igen. És akkor ezt használnál, kértetek. Ez mindig itt lenne. Szerintem teljesen fölösleges elvinni. Na, a kristálon van ez a eszköz. Jó helyen is van, úgyhogy el is megyünk vele. Átkonfiguráljuk. Flatre. Aztán át is pakoljuk. Úgy föl is pakoljuk. A targonca mindig ott marad. Hú, egy kicsit pörgök, tudom. Megittem a két kávémat. Megint a gondolatomat nem tudjátok követni, nem a szavam járását. Igen, felpakolunk, elhozzuk, ez a Crystal 25-tel megy, lehet az MTZ-ben jobb lenne volna. Nem, legyen a boltnál mindig egy targolca. 5000-be fájt, jó van, ott lesz, értitek, nincs semmi gond vele. Ott általában szok kellene egy targonca. Ennyibe fájt. Egy ilyen tipikus, autentikus targonca. Egyébként Ferikének az ötlete volt, de azt mondta, hogy legyen ott egy targonca, de ne én fizessem, tehát nyugodtan rakjam vissza magamnak a pénzt. Én úgy gondoltam, hogy inkább nem, hanem akkor azt csináljuk, hogy kifizetem azt a targoncát, az enyém, ugye utána akárhogy rendelkezhetek vele, el is hozhatom onnan, de én nem azt nem fogom elhozni, hanem akkor ott hagyom a boltnál. Úgy gondolom, hogy ez így frankó lesz. Na, átkonfigurálni. Lehet, hogy akkor dobok egy izét, egy motorháztetőt a Crystalra, mert nagyon sokan írtátok, hogy hát már csinálja valamit már. Hogyan néz ki ez a szerencsétlen gép? De egyébként legalább jó a hűtése, nem? Na, akkor átkonfigurálom a Crystalt is. Hát pörögni kell a gyerekek, mert a meló megy. Oké. Crystal átkonfigurálása indul. Javítsuk is meg, mert le van amortizálódva. Tervezés, standard. Na, oda nézzetek, micsoda csodálatos lett. Mi kerékbeállítás, kereksúlyok, szilás víz van neki az is. Standard, jó. Oké, így már egy kicsit csinosabb, csinos gyerekek. Zetol Crystal. Így azért már
megmerünk vele jelenni. Egyébként ja, azt hittem, hogy ha konfigurálod, akkor letisztul, de ugye nem tisztult, hanem ugyanolyan öletkes marad. A keréksúlyokat nem használom, mert igazából feleslegesnek ítélem. Konfiguráljuk ezt ugye flatre, oké. Meg majd meg, tényleg most már, basszus, meg kell vennem a konfiguráló szetet. Jó, és akkor megvettük, igen, magot, azt, és akkor a targoncoz mindig itt lesz, oké, félreállok vele, tipikus, tudjátok, ezért, hogy nevezem, ott ilyen tüzépeke, meg ilyen telepeke, van egy targonca. Jó. Döntel is lehet, ahogy kell. Nagyon jó. Ugyanaz a korvány van, bár körülbelül, de ez valami izé, ilyen tipikus. De milyen hangja van, te Isten? Azt nézem, hogy hogy működik. Oké, döntsük előre. Ez nagyon jó. Na, mi van? Ahó. Egyébként ugrik, mint a hortilóg oda. Meg ugye egy targoncával tök jól tudsz fakolni, mert hátsó kereke fordul, és emiatt ugye tök jó fordulékony. Úgyhogy tök jó bele fordítani olyan helyekre, ahol se hiszek. Egyébként egy ilyen pótkocsim lehetne, aztán akkor mindig azon tartanám az ilyen dolgokat. Hogyha lenne esze a Keepernek. Figyelj, le lehet vele nyomni a laprugót. Júj! Ez nagyon jó. Pedig elvileg ugye fölfele, lefele nem tudsz nyomni targoncával, mert a lánc tartja. Ja nem, ez hidrolikus. Teljesen hidrolikus. De hát kellene egy láncnak is lenni, ami emel. Jó, gyerekek. Bejebb toljam egy kicsit. Jó helyen van ott. Nem igaz. Majd úgyis lebillentjük. Lol. Lehet meg kell tanulnom ezt az emelést, várja, melyik kell emel, J, meg A, J, meg A. Ugye gombbal is tudod elérni ezt az emelés dolgot, lehet, hogy azzal jobb lenne, mint az egérrel matatol. Meg kell szokni. De bundás kéne targoncával, Dick. Ez vágna jobban. Meg elvileg úgy kell emelni, hogy betolod alá és magadra döntöd. Nyia, akkor ez ugye itt lesz mindig. Ide félreállok vele, tipikusan, ahogy kell. Ledobom a targonca világ. Ding! Tudjátok, az a nagy hang, amikor így lecsapják. Oké, jó, ez figyeljetek, ez tök autentikus, meg mindig, meg az is autentikus, hogy itt van, mert hát ugye itt szokott lenni. Jó, húzzunk bele, mert még egy csomó dolgom van. Opa, ezt elcseszted. Ugye mivel szalmázni fogunk, emiatt kell nekünk eszköz. Rakodókocsi, ugye mondtuk, hogy megvesztük ezt a nagy dögöt. Jó, hogy gyerekek. Hát igen, pénzbe kerül 16 ezerbe, sajnáljuk, kell. Kell mindenképpen. Oké. Okay. És ezt elvileg utána is tudom rántani majd. El is tudom húzni. Azt a betyár mekkora ezt, te édes Istenem. Na ezzel azt el tudom adni a szalmát, gyerekek. Remélem, hogy ez mögé tudok fogni még egy pótot. Mármint a kicsi kocsi mögé. Nem a legjobban tolott a Keeper, mármint rossz helyre álltam be, és alapban ez emiatt elcsesződött a dolog. Na. És jó lesz, figyeljétek majd. Csak nagyon figyeljétek, mert akkor lesz jó. LOL! Nem tényleg jó lesz, figyelj, jó lesz, csak bele van keveredve a Keeper. Utána lehet? Hoppa hoppa. Nem lehet utána akasztani ennek? Dehogy nem. Húztunk mást is vele. Bőcsém!
Baze! Ez nem egyszerű móka. Mekkora potlász, gyerekek, ilyen Jézus Isten. Hallod, tízzel húzva aszfalton. Jézus Isten! Hát ez... Kérni fogja a 10%-ot fel kell, úgy érzem, azt a betyár gyerekek. Rúg az aszfaltra a Verda. Ezt sem fogom húzni. Úr Isten! Hát mi ez? 90 ezer literes gyerekek. Szalmának ideális lesz, csak ide kell gépje. Azért mekkora teljesítmény kellene, meg kell nézni. Halljátok? Hát lehet, hogy ezt fogjuk tudni hajtani, mert ugye kell neki hajtás. 110 lóerő kell neki mindenképp a hajtására. Ugye anélkül be se indul, úgyhogy jóó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 ó
elejéred a gép. Tiszta. Meg hát két volt kocsi, a hülye gyerek. Csak ne jöjjön semmi. Jézus Isten. Jézus Isten, mennyi a szó... Egyébként tényleg a szóhoz ugye remélem, hogy eladható. Nem biztos egyébként, de szokták. Jó, oké, okay, eladható. Szuper, azon már ki vagyunk segítve. Na gyerekek, ez már izé, ez már hamster a javából, hallod? Ez már hamster a javából. 90 ezer liter, ez össze tudod kapni az egész földet. Meg ugye később, figyelj, ne kelljen több sokat fordulni, úgy gondoltam. Figyeljetek, e kéne menni. Az miért nem itt járok, érted? És akkor nem kell izé, nem kell úton mennem. Hát miért nem? Már hülye vagyok azért. Na, viszont most nézzétek, látod, leszántottam az elejét, így tök jó. Jaj ne, közel nem fog elmenni. Ó, te fiú! Ó, te fiú! Balá, ástuk magunkat az izébe. Hogy leült? Ó, te fiú! Jó van, akkor ez nem kell ezt elhúznom. Ezt lekapcsolom, azt mindjárt, majd elvisszük a tészadat fel kell. Ha, és az a baj, ilyenkor belásod magad, akkor aztán lehet a küzdelem, amire kiszeded magad. Ugye rendesen ki kell jönnöd. Bele vagy. Bele, süllyed a sárba. Jaj, mó. Slip 90% az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5% tapadásunk maradt. Úristen, hát ezt tényleg ezt nem kell húzingálni kis traktorral azt a dögöt majd a tarlón? Megpróbálom kikapatni itt az első kereket. Szóval talán a fűvön valamit már fog. Na menjünk már! Indul meg, bazza, indul meg már! Ó, te fiú, kellett nekem ez. Na! Na! Na, az aszfalton már elértünk volna. Na, erre nem gondoltam, hogy ez fog történni. Gyerekek, nem jön ki. Na! Na, most kibuktácsolt, jó van. Azt a fiú! Hallod? Ez csúnya világ volt. Ez csúnya világ volt. Ez itt, én hülye, itt akartam elhúzni azt a nagy kotlát. Azt a betyár. Hát ide kellene... Más... Becsém... Jó, nincs semmi gond, gyerekek. Neki kell állni, ám izőjönik, vetni. Ezerrel. A kicsi hamster, tudom, hogy van a kicsi hamster füves lesz. Gyerekek, költöm a pénzt, mert van, mi? Ja, a pótkocsi, ugye azt beszélni szoktuk, hogy az ide jön. Kikoka meg mindig nem tojnak. Jó, egyelőre ide jön a pótkocsi. Oké, és kacok, szuper jó vagyunk, nem tojt még egy darabot se a tik, meg a kokos meg főleg maximum az görbét. Jó, figyeljetek, itt leállunk. A izé... Jó, jó, elodané! Oké, jó. Akkor kell nekünk egy MTZ... vetni. Jó, ja, ebben még benne a repce, more. Azt a betyár. Jó, van, nincs is semmi, ezt el kell vinnünk majd. Félreállok vele. Nem úgy különben tényleg egy izé is jó lenne már egy terrautó, vagy ifa, vagy valami. Emlékeztek, honnan indultunk? Mármint gazdaság szempontjával? Mennyire kontrasztos már ahhoz képest, hogy van egy csomó gépünk. Egyébként az átrakókocsikat is áthozhatnám ide. Vagyis nem átrakókocsikat, hanem ugye a hamstereket. Ezt is például áthozom oda. Gyere barátom. Gyerekek, úgy tolatok rá, mint a nagyok ma. Őket itt sorba. Újra fönnőtt a fű.
Ilyenkor, hogyha lekaszálom még egyszer, akkor dupla annyi lesz, ott is dupla annyit akarsz szedni. Érdekes lehet. Egyszerűen nincs időm rá, most lehet, hogy azt mondjátok ott a fű, meg mú, majd nem csinálod, de egyszerűen nincs időm rá. Na nekünk akkor kellene ő, nagysága. Ez betövetés. Jó, mert ez az oldal ugye már tökéletes. Betövetés, egyébként még egy vetőgépet legszívesebben vettem volna, megmondom őszintén. Meg kell töltenünk. Jó, a kocsin egyelőre felhagyom az utcot. Az a baj, hogyha árpát fogok vetni. Ha árpát fogok vetni, akkor az lesz azzal a probléma. Ez meg néha azt csinálja, hogy el kell menni tőle, és vissza kell jönni, különben nem tölt. Most se töltem. Ugye beleköntözöm kézzel. Olyan, nem tölt. Oké, meg a magot is kéne töltenie. Azt se tölti. El kell menni innen, és akkor elvileg kinyílik a másik része. Jó van. Aha. És akkor így betöltötte a magot. Oké, skacok, megtörtént. Ó, a repülőgép itt húzott el. Ezt talajt majd fogom módosítani. No probléma. Így. Aha. El kell menni a kocsiért, mert különben nem nagyon fogunk vetni. Megkezdjük a közepén valahol. Addig vessen, de a kocsira el kell menni 150k-val, mert különben bajok vannak. Addig csináljunk azért valamit, azért itt megindítom itt valahol. Jó. Nézzük a 150k-t. Oké, jó nyomja. Lehet, hogy ezt át is fogom menni. És akkor megcsinálom bele ér. Vagy pedig kihozzuk a kristált. A másik kultival, és akkor besegítünk, jó gyerekek? Kihúzzuk a kristált a másik kultival besegítés témába. Igaz, hogy ezzel annyira nem tudok rásegíteni, de azért haladjunk, haladjunk. A másik földön majd kíváncsi vagyok, mit fognak vetni. Remélem, hogy nem krumplit és... Ne krumplit és ne répát, az a lényeg, mert ahhoz nincsen eszközünk. Oké, srácok. Segítek egy kicsit, haladjon a meló. Ja, mondtátok, hogy állattartásba fogjak bele pénzügyileg, de egyelőre most ki van tűzve a célnak, hogy a másik föld, utána összeszánva, utána a nagy földön tudunk dolgozni, és amíg dolgoznak a munkásaink, akkor tudok foglalkozni állattartással, tudok a füves részsel, látjátok, most nem tudok egyszerűen a füves részsel, mert nagyon sok a munka. A 150k végezett fönt, akkor le kell húznunk azt a hamstertornát, mert ugye nem tudja megmozdítani más. Azért az egy kicsit durva, nem? Hogy így instant beásta magát a krisztál a földbe vele. Mondjuk lehet, hogy egyedül már tudná húzni, de nem biztos. Elég nagy, nehéz. Tök jó ez a mód, ez a real mód. Vagy real mód, talán nem is tudom, real módnak nevezitek ti. Jó, gyerekek. Vannak fák ugye fönt az egyik földön, azt azzal is kellene valamit csinálni. Van egy plusz földünk, ami nagyon messze van ahhoz, hogy gépeket elhordjak oda. És nagyon kicsi, úgyhogy az meg ott van parlagon, úgymond, majd küldik a büntetést. Egyébként lehetne egy olyan sorskártya, hogy van olyan földed, ami nincs megmunkálva, tehát parlagon heber, azért büntetést kapsz, mert fel van, vagy nem bűveled, és a föld értékének mondjuk a 10%-a a büntetés. Ez tök jó lenne, az ilyen vicces lenne. Jó, van, ugye a vetőgépet azért ott indítottam meg, hogy ne zavarja semmi meg. Úgyhogy akár merre megy, az teljesen mindegy, majd úgyis átpakoljuk. A széleit úgyis le kell húzni. Egyébként én még egy vetőt vennék. Még egy vetőt vennék, mert a vetőgép, főleg a két földön majd kicsi lesz. Kevés lesz nekünk az a vetőgép. Nem olyan drága, 7000-be kerül. Most egy kicsit még várok vele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a vetőgép lévő földön mit fognak ültetni, vagy vetni. Ja, hát itt be kell segíteni a melósnak. Mit csinál a 150k-val? 150k-val már rég végeznek kell volna ember. Az mit csinál ott? Az tolad, dik.
Ja, le akarja húzni a legszélét, tehát remélem le is húzza. Ah, nem húzza ám le. Hülyeségeket csinál, de mindegy. Egyébként akkor lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy átveszem azt, és akkor, hát hülyeségeket csinál a gyerekek, át kell vennem, és akkor gyorsabban végzek én vele. Lehetek, ezt ki kell volna, ne kell volna állítanom. Ja, én be is fejeztem, úgy látom. Ugye majd én megcsinálom helyette. Úristen! Jó van, nincs semmi baj. Jó van, nincs semmi baj, gyerekek. Nem állítottuk át. Ó, biztos írtátok. Biztos írtátok. Mindegy, megtoltam még. Ó, jó, egy csikot húzott, nem olyan nagyot vesztettünk, mennyit? Mit tudom én mennyit? 40 darab műtrágyát, meg 50 darab magot, úgyhogy nem, 50 liter magot, úgyhogy nem olyan nagy van. Úre jó, hogy eszembe jutott, hallod? Úre jó, hogy eszembe jutott. Vettem volna meg a hamstert, tök fölöslegesen. Oké, az jó, megvan. Jöhet a másik. Műtrágya. Műtrágyát is tölts. Jó, érdekes, most töltötte, de a magot ezt nem 100%-ra. De most megtöltötte, jó. Néha nem csak tölti egyébként. Jó, nem is baj, mert most már a vége is le lesz húzva. Figyeljetek! Azt le kell kultiválnom majd, úgyhogy máshol kell megindítanom. Úgyhogy meg fog indulni ő itt. Hát lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy azt a... Figyeljetek, tudjátok, mit csinálom? Megindítjuk a legszélén. És a hamstert elhúzom a 150k-val. Amíg odaér. És akkor az egészet az elejétől fogja csinálni. Na, szeretnék megfordulni. Egyébként ennek az MTZ-nek a fordulókere ötször akkora, mint a C150K-nek. Ez egy őrület. Ez persze, gyere nekem. Ez egy őrület. Nézzétek ma. Talán oda vissza tud fordulni. Ekkora fordulóker, bazd. Na, el van állítva árpára. Hadd menjen. Jó van, gyerekek. Dologra paraszt. Bocs, az előbb nem jó állítva. Figyeljél, legközelebb vagy figyeljre. Itt el szórakoztatod magad. Na. Ezt itt hagyjuk, mert még szükségünk van rá. Figyeltek? Vannak ám ötleteim itt még. Tényleg folyamatosan pörög az agyam, és... Ezt ráküldöm itt. Ezt be tudja fejezni a gépi munkás. Ugye ez van vissza. Gyorsan, mert a 150k. Ez... Versenyeznünk kell. Menjünk, mert ez olyan lassan indul az MTZ, meg mindjárt odaér. Menj már, indulj már meg. Nem látunk ki. Öres Istenemre, micsoda koszos az a gép. Ott jön az MTZ. Nagyon frankó. Ilyen fordulókör kellene mindennek, hallod? Nagyon brutáljó. Azért nem látok ki. Mit akartam? Még ez is 8-20-a csak, gyerekek. Rámegyek az elvetetre, hát, hogyha ott jobb. Na. Aha, az elvetette jobb. Jó van. Kihúzzuk a francba ezt valahova. Jézus Isten! Hát ez még a T150K-nak is nehéz. Meg ugye még meg kell hajtatni majd. Meg le kell ereszteni a földre, és szeri még a szalmát, meg még a szalmának a súlya is belekerül. Hát azért ez nem gyenge ez a gép. Akkor ezt a csikot le kell, ki kell kultiválnom sajnos. És hogy egy kicsit itt elnéztük a rajzokat. Na, nézzük itt. Dolgozik a... Jó van, dolgozik a kristál, az befejezi azt a részt. Őcsém, srácok, ezt be sem húzom a telepre, komolyan mondom, áthúzom szembe, jó? Szemhúzom be a telepre. Nagyobb, mint az egész telep, bazze. Hát, nagyobb, mint a szobám. Vagy a házam. Mennyi barátom, menjetek, mert... Szeretném áthúzni ezt oda. Öcsém, ezt meg közben már valaki megvette, meg belakja, nézzétek, bedurva. Jó, ezt itt hagyjuk, jó? Azt a betyár, hallod? Ez beteg. Na. Ez nagyon durva. Kell menni a kultiért.
Na jó, hát ez nem kérdez vissza az a gép, de a dupla kerék az egy kicsit veszélyes mókkal, kicsit széles tővel verbe. Na jó, menjünk a kultiért. Lehúzzuk azt a csikot, utána meg lehúzzuk el. Figyeljetek, milyen nyomot hagyott, de jó néz ki, csak kár, hogy nem látom ki tényleg ebből a gépből. Ilyen kicsi lukon, ez ilyen tökéletű. Kicsi lukon látok ki. Milyen izé, milyen csapátnya hagyott. Ugye most mi meg már más csapát vagyunk. Na, megyünk a kultiért, azt lehúzzuk. Ezt utána, amit elvetettünk, azt is ledurrantjuk szegényt. A repszét ki kell kultizni. Na, ez meg már el van vedve? Nincs el vedve? El van vedve, nem? Itt valami növekedésnek fog indulni talán. Itt meg visszakért a gyerekek, ez a belső életebben, mert sem tényleg nem lát semmit. Rekedtyés betolatunk. Ráadásul. Hát apám, ez azért... Mozog az egész gép, billeg, én tolassá... Jézus Isten. Á, nem is láttam, hogy mi van. Na, ezt gyors le kell húzni a csikot, utána meg azt a másikat. Az a lényeg, hogy az a nagy hamsterrel befejezte a munkát valamelyik. Ó, ez jó, ez meg is csinálta. Oké, semmi gond. Ezt lehúzzuk mindenképp mi. Gyerekek, nagyon pörgünk, nagyon jól állunk egyébként. El kell indítani a növekedést, első szakaszban mehet rá a második műtrágyázás, meg ráadásul le is lehet permetezni. Hogyha nagyobb földeink lesznek, mindenképp helikopterezünk is természetesen. Helikopter, helikopter! Na. Ha majd itt átmegyünk, akkor ezt lehúzzuk. Mert ezt a vetést meg szegény fölárazható lesz. Ilyen fordulókör kellene mindennek. Hát ezt meg nem fogjuk tudni egyszerre, úgyhogy még ráadásul mehetek kettő kör. Ezt muszáj, ugye? Elcseszte a keeper. Jó van, gyerekek, egyébként jó, gondolkoztam még egy vetőn. Főleg ugye még egy, hát mindenképpen kellene még egy vető, mert a következő föld az... következő föld az igényelni fogja, mert egy ilyen pici vetővel nem hiszem, hogy végig kellene érnünk. Úgyhogy srácok, itt nem tudom, hogy még mi lesz. Majd itt megyünk ide. Felejtsd el, hogy ki látsz. Ja, mindenképp egy másik vető is lehet, hogy be fog ugrani, és lehet, hogy besegítünk a srácnak. A kristállal, a T-100-ot fent kell, szerintem nem tudom mekkora üzemanyag tankja van, de szerintem ez nagyon sokat zabálhat. Nagyon rá vagyok függve erre a sorozatra. Komolyan mondom, ez annyira élem. Nem tudom egyébként milyen hangos az a gép, remélem nem elég, nem túl hangos. Várjátok, ez valamit kell csinálni, ez a baj, érted, hogy... És leveszem, akkor meg az a baj, nem mentsünk egyet, ha már egyszer. Hogy a más gépek meg lehet, hogy halkak lesznek. Ez a baj, érted? Nem tudom, nem akarom elrontani is a videót, hogy ilyen zúgás van egész végig, aztán nem is hallatok semmi. Na várjátok, itt még gyorsan ledobjuk. Ez meg is van, és veszünk még egy vetőt, mert ez a vetőgép ez borzalmasan kicsi. Majd megnézzük a vetőket, csak az a baj, azért meg kellene tartanom egy olyan 30 ezret, 25-30 ezret, vagy 20-25 ezret, mert ugye a második föld az, hogyha learatok, akkor körülbelül annyiból fog nekem fájni. De mindenképp kéne egy második vető, ugyanúgy, mint egy második kulti, hogy a földek szélét én meg tudnám csinálni, meg így el tudnék ilyeneket intézni, mert tudjátok, hogy azért van baj. Itt a vetéssel, meg a gépekkel. Oké, gyerekek. Ezt a fordulókört nézd. Figyelj, szinte befordul saját maga mellé.
ezt nagyon imádom egyébként. Jó, srácok, megyünk haza, jó? Nem bírom ezt a madártáblat néletet is. Következő föld kellene. Ugye, de akkor várjatok, mennyi idő van? Jó van, oké. Lehet, hogy még egy vetőt beszök, és akkor besegítünk az MTZ-nek, mert ez így eléggé lagymata. Meg igazából ilyen 1500-as sportkocsiból lehet, hogy kellene még venni, és akkor hagyhagynám. Lenne egy ilyen magos sportkocsim, nem? Most ne 1500-as spóroljak, és akkor mindig az van, hogy be kell mászkálnom, akkor lenne egy magos pót. Vagy lehet, kéne egy olyan egy ilyen mutántöltő ifa, és akkor azon lenne üzemanyag. Ugye lehet venni ilyen hordókat is, lenne üzemanyag, lenne mag, lenne műtrágya, lenne permetszer. Egy ilyen műhelykocsiszerű, ezért ezt össze lehetne durantani. Arra gondoltam, látok, ezt valahol betoljuk. Jó, tökéletes helye is van. Ja, akkor figyeljetek, meg kellene ezzel MTZ-je, hogy áll. Jó, még egész jó. Mindenképpen ki kell hozzá vinni a műhelykocsit, de akkor csináljuk azt, hogy bevisszük a Krisztát és veszünk egy izét. Veszünk egy... Még egy vetőt. Én arra gondoltam. Ja, kéne még egy vető. Azért az jó lenne, nem? Csak ugye a gépköltségek minden akkor majd egyre többel fog kerülni, minél több cuccod van. Ugye éjfélkor ennél többet fog levonni, mindig arra is azért nem álltam figyelni. Jó, az MTZ pont keresztül az utunkat, nem baj, nélgázzal elmegyünk. Talán nem áll meg addig. De nem áll. Szépen lerakjuk. És akkor megyünk még egy vetőt, nézzünk. Figyelj, mindenképp veszünk egyet, ha maximum olyat, amelyik ugye... Figyeljetek egyébként, miért megyek körbe? Mert itt a föld szélén nem megyek. Akkor ugye ki tudok menni. Miért nem használom ezt ki? Ugye itt 25 elmegy a fűjön. Üresen főleg. Jó van, dolgozzál tesó, mindjárt besegítünk. Ja, oké. Okay. Szerintem jobb vagyunk. Ja, és Sterimo már nem lenne rossz lemosni a gépeket, mindig mondogatom, de olyan pici költség, de mégis azon spórolok, nem létszükséglet talán azért. Ja, egyszerűen el is se tudok jönni, nem kell útnak mennem, azt akkor nem mindig belegabajogok, nem? Tehát jó, nincs hátsó bejárat a boatnak, mert ugye itt át lehet menni például ezére, arra a földre, de szerintem nincsen. Pedig az jó lenne, mi? Mert ugye itt át lehet menni, és akkor ott át lehetne lehet, hogy vágtatni, vagy mindjárt megcsekkoljuk. Viszont ezt a hátsó útot ezt kell használnom, mert nem ügyeség. A bótnak hátsó bejárat. Az erdőné. Semmi. Ez pedig az jó lenne volna. Nincsen kerítésen szerintem végig. De alud a 25-ös tempó az milyen lassú. Na nézzük a vetőket meg, mert a vetőbe kevesek vagyunk. Én már most tapasztalom, nem, hogy még nagyobb földjeink lesznek. Oké. Okay. Vetőgépek, hol vagytok? Vetőgépek. Na nézzük. Hát igen, ezek jó. Viszont itt van egy ilyen, egy GD. 4000 liter, és tud. Nincs. Az a 4000 liter, ez egy kicsit csites. Nem kell talajlazítás ekével. Ez a GD nekem ez túl... túl csites. Meg olyan nincsen bazze, hogy krumplit is tudsz, meg búzát is ugyanazzal a vetővel vetni. Azt szerintem tök hülyeség. Úgyhogy veszünk egy ilyen 7000-es vetőgépet, jó? Mert viszont lehet, hogy átszínezel. Már csak azért, hogy akkor tudom, hogy melyik, jó? Hogy mennyi van például anyagban, ilyesmi. Oké. Okay. 27000-ünk van, egyelőre nem veszünk semmit. Most már van targonca, van baromi nagy hamster, ami ugye a szalmának fog kelleni. Remélem tud rendezett szárszórást a... Tud rendezett szárszórást a Dawn Combine? Azt nem tudom, remélem, hogy igen. Látok? Nézzünk rá, F1. Rendezett szárszórást tud. Mert ugye ilyen a hátulja, mondom, nehogy az legyen, hogy, hogy nem tud, mert akkor megőrülünk. Jó, ennek meg be kell segíteni, mert nagy bajok lesznek. Tök jó, hogy hátul el tudunk menni, ezt nem is használtam eddig, de ezután mindenképpen ott fogok járni. Hátsó úton. Egy hátsó kaput ide beszerkesztenénk, aztán tök frankó lenne. Csak ugye az módosítani kell a mapot, mert az ilyen, nem ilyen eladható kerítés.
Viszont akkor tök jó lenne egy hátsó kapu. Amúgy ez a legjobb helyen van ez a föld. Mármint ilyen TS telep szempontjából, nem? Itt lenne egy hátsó kapu, még jobb lenne. De nem. Biztos írjátok, hogy jó. Átmódosítjátok nekem, vagy valaki, aki ért hozzá. De nem kell, jó ez így. Nem akarok olyan sokat tökölni vele. Most ennyit kell mennem. Igazából úgyis oda megyünk a magér most például. Mi van tesó, vessé gyorsan, mert kell a lóvé ezerrel. Nyomjad neki, billeged MTZ. Ugye kultivált föld, az nem nagyon. Ja, hát azért nem vettem azt a GD vetőt, mert az egy ilyen sites hülyeség. Ilyeneket nem alkalmazom. Tudom egyébként, van olyan vetőgép, ami nem kell előtte kultiválni, de ez nem az volt szerintem, meg nincs, ez nem az volt, ami krumpit meg mindent tud vizővetni egybe. Hát ez egy ilyen abszurd dolog, ennek semmi értelmét nem látom. Na, az D150K-val meg a legjobb helyre álltam, komolyan mondom. Úristen! Nagyon kíváncsi vagyok, mennyi szalma jön le egy ekkora területen, és abból mennyi pénzt fogunk keresni, mert nem olyan drága a szalma. De én úgy érzem, hogy azért valamit fogunk érni vele. Oké. Vető. De figyelj, nyomok egy R-t, és nem akarja. Komolyan, ez most nem vicc. Srácod. Na most akarta, jó. Most már nem akarja, mert ja, már a távolabban, oké. Most, menjünk a maghoz. Hiába nyomod, nem történik semmi. Várjátok, átállítom először is árpára, hogy nehogy beszívjunk vele. Nem, egyszerűen nem. Csomószor csinálja ezt az a vető, nem tudom miért. Egyszerűen... ennyi volt a mag. Várj, akkor még jó, hogy hoztam a pótkocsimban. Ugye, mert különben most nagyon rácsesztünk. Arra lenni kíváncsi, mi lagoltat, mert egy nagyon enyhén, nem? Szinte észrevehetetlenül, de lagoltad valami. Jó, hogy hoztam magot. Azért, ja. Valószínű, hogy tényleg kellene egy olyan service kocsi, ami mindig lenne mag, meg minden. Mert tényleg nem akarom azt, hogy megvetetni, tudod. Tudom, hogy egy munkás meg tudná venni, de ez meg olyan snassz, hát nagyon végtelenített izét. Olyan, mint a végtelenül lőhetné a tárral. Hopp, nem akartam munkással. Jó, árpa ugye, szuper, mehet is, nyomjuk neki gyerekek. Besegítünk ugye, leginkább ugye a földek szélét lehúzzuk gyorsan. Haladás legyen. Elkezdem így keresztbe húzkodni. Na nem azt! Jó lenne ebben a részben végeznénk a vetéssel. Szeretnénk már a következő részbe aratni, de a szomszéd földje az nem nagyon akar semmi történni vele, aminek nem nagyon örülök. Előbb azt hittem, hogy el van bedve, de hát az rohadtul nincsen. Egyébként ennek is akkora ennek nincs akkora fordulókere, mint a izének az MTZ. Az MTZ egyébként igen, azért bánt egy kicsit. Mert ilyen horribilisen nagy a fordulókere. Ami lehet, hogy nem is olyan valóságkő, mert hát nem hiszem, hogy akkor a fordulókörnek kéne lenni az MTZ-nek, nem? Azért ez egy viszonylag kicsi traktor, vagy kerékszög nem annyira nagy, és emiatt? Mármint a kormányszöget akartam mondani. Na, ez a kettő így le van húzva, akkor már ugye nem lesz gond a gépe. Egyébként elindíthatnám ezt is vetésre. Másik végét megcsináljuk mindenképpen. Szóval azon gondolkodok, lehet, hogy ezt is elindítom gépi munkásra, össze tudnám szedni a füvet, mert az a fű is egy rémálomon. Meg össze lehetne pakolni. Na nem, összepakolás, nem pakolunk, szadjuk. Jó. Megyünk a másik végére. Úgy egész jó. Már majdnem felével végzett az MTZ. Kettő vető szerintem kell, mert főleg ugye a másik földet megveszed, nem tudsz itt izélni. Egy vetővel az a meddig tart, amíg ezt levetik. Levetjük, nem? Szóval megbolondulunk.
Viszont a vetőgép, a MTZ biztos, hogy mindjárt ki fog fogyni, úgyhogy mindjárt figyeljünk rá, hogy amikor a végére ér, akkor vigyük el megtölteni. És ezért jó lenne egy ifa. Egy ízés ifa. Egy műhely ifa. Na, és bazza, pont amikor kimondtam, erre kiürült, figyeld. Megőrülsz, megőrülsz! Tartály üres, műtrágya. Jó, hogy a pótkocsim van a cucc. Várjátok, muszáj is. Még jó, előre jó, hogy van egy csomó géped. Mert különben most mivel? Ezt ki tudom vinni, ugye? Meg tudom tölteni. A zsákos cucc, mondjuk van zsákos cuccom, várjál? Azt hittem, hogy már fogyott a zsákos cucc, de van. A zsákos cucc azért jó, kicsit tudod futni a földre, ezt meg tudod tölteni vele a cuccodat. Ezért jó a kézbe vihető zsákos cucc. Jó sötét van. Mindjárt kézzel elszórom, bazzeg. De messze vagy, tesó, nem baj, úgyis ott a T150K. Ugye ilyenkor nem tudok tabolni, mert akkor kiesik a zsák a gelembű. Gyere, itt van, itt van. Remélem, hogy nem valami félüres zsákot hoztam. Ennyi ment bele. Aha, mindenképpen a végére ér. Ha végére ér, akkor viszont kell nekünk. Hát itt kihagyott egy kicsit, nem számít. Ha végére ér, akkor kell nekünk adni neki mindent. Úgyhogy akkor bevisszük, ott hagyjuk a vetőt, lekapcsolunk, de nem jó volt, hogy nem hagyhatod ott a vetőt. Jó gyerekek, mennyi munka van már az egy darab földre is! Úgyhogy 1050K-val hozhatom ki mindenképp a pótkocsit. Mert ugye mag is kell, és a magot nem bírom el, gyorsan. Addig, amíg ide ér, a 1050K-val ki kell érnem a pótkocsival. Egyébként nekem gyorsított T150K szerintem ez lagolt, tehát lehet, hogy ezt majd cseréljük egy másik T150K-ra. Vagy pedig lehet, hogy eladom, amikor rávád veszünk. Egyébként tudom, hogy jó, de minthogyha nagyon ennyi lagoltatná a játékot. Nekem olyan érzésem, és azóta csinálja, amióta megvettük ezt a rémet. Lehet, hogy valami nem jó benne, nem tökéletes, és amiatt elkörül fordulhat. Viszont ez a fordulókör, ez utánozhatatlan. Mindig azt hiszem, neki fordulok valaminek, és nem, elfér. Tök brutál. Gankolási. Oké, megvan. Árpát is tankolja, testvérem. Azaz, nagyon jó. Hű, baze, komolyan mondom, az ember a fejét kapkodja, hogy éppen mi meg kellene belefogni, nem igaz, gyerekek? Értitek, mire gondolok? Hogy azért itt már van meló. Nagyobb gépek kellenek. Még több gép kell, még több föld, még igazából minél jobb, hogyha össze van szánva, ugye? Oké. Okay. Ezt itt is hagyom, mert most egyelőre máshova nem kell, az a lényeg, eltüntetem az útjából. Hát mondjuk lehet, hogy útba lesz itt, mert ugye még permetezünk meg, még műtrágyázunk. Jó. Mit akartunk, bazze? Krisztál, vető, vége lehúz, ugye? Ez volt a terv. Jó, hamar kifogyott egyébként az a vető. Háromszor meg kell tölteni ezen a földön. Na, gyorsan lehúzom a végét, hogy minden tökéletes legyen, árpával itt is természetesen. V, B, adjál neki. Ezt a végét ezt tök jól megcsinálja, erre nincs akkora panasz, mint a másikra. De azért lehúzom oda biztos, meg fogom indítani. Valahol itt a közepe fele, aztán akkor csinálja ez is.
Azért nem itt a szélén, mert itt ugye jobb, hogyha én csinálom majd, mivel itt nagyon sokat kell fordulni. Az a jó, hogyha minél hosszabb a föld. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy ja, de mi van autókerítés, úgyhogy mindenképpen meg kell fordulni. Vagy mindenképpen ilyen irányba kell, mert ugye, hogyha így keresztben csinálnám, ha össze van szárva a kettő, akkor kerítés van a végében nem a legjobb. De, hát figyeljetek, igazából annyi történt szerintem, hogy most már egy ilyen pénztermelő gépé vált a gazdaságom. És nem csak nyüglődünk. És azóta fordult ez meg, amióta ugye megvettük a nagyföldet. Nagyon sokan írtátok, jaj, ne add el, meg ne add el. De én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. Na figyeljetek! Az a gond, hogy nagyon-nagyon mit tudok most csinálni? Az a nagy alokám. Nézzük meg a... Hoppá, nem akartam kinyitni a csövet. Nézzük meg a... Egy izei ifa. Mennyibe kerülne nekünk? Van egy ilyen 500, egy ilyen rangszállító LOL. 12.900 nyerges. Rohadt drága. Drágaságok vannak, gyerekek. Az a baj, ilyen flat. És ez mit tud? Ez miért van itt? De nem sok mindent lehet rakni. Tátra, ugye? Itt bánat is vagyok miatta. Ez félpótkocsi? Ez egy félpótkocsi csatlakoztatható. Hát nem hinném. Nem is érdekes lehet. Félpótkocsi van. Hát itt az Ural, de... Gyönyörű egyébként, csak egy baj van ezzel az Urallal, hogy olyan drága, mint a nyű. Van ez a... Ez csak autószállító elvileg? Na várjál már, na tehetsd be. Ez ilyen autószállító cucc, nincs más. Olyan rozsdásban. Az a baj, semmi más nem tud. Nem tudom, hogy feszítőövek vannak-e rajta, mert hogyha feszítőövek vannak rajta, akkor igazából lehetne arra használni. És biztos arra gondoltok, hogy hát nem valami jó, mert csak 5000-be kerül, de igazából ezt másra nem is tudod használni, úgyhogy ha belegondolsz, akkor viszont tök jó lehet. Ez például semmi másra nem használható. Kerékbeállítás old. Meg egy ilyen nagyon ruszti verzió, meg esetleg alacszín. Jó az-e? Megjelenés szín. Ez a baj, így nem tudja. De azért ez nagyon adja, gyerekek. Ez nagyon adja. Megjelenés szín az mi volt? Az a... Ja, plató. Az a plató, az lehetne ilyen mondjuk narancs. Nem, meg se a plató. Vagy pedig valamit elcsesztem, milyen... Érdekes kék. Ja, ilyen kék lenne, az jó lenne. És valami halványabb kék? Ez tök adna, egyébként. Igaz, az 5000-be, plusz 3000. Na, mi az a plow? No plow. Ez mi? Ez valami csatoló felület. Ez szerintem tolólap, nem? Tolólapnak a izéje? Csatoló felülete? Nem kell nekünk. Egyébként egy ilyet rendszeresíthetnék. 5000-be kerül. Tényleg mondhatjátok, hogy jó, 5000-be kerül egy ifa, de ez másra nem tud használni, érted? De arra kellene jó, meg kéne nézni, hogy... Teljes ár... De mi? A tervezésben miért mindenképp plusz 3000 figyeled? Az mindenképp plusz 3000, ha raksz rá arrább. Menjen a francba, de miért? És ez valami... Valamit elnéztem. Ez mindenképpen 3000. Hát őrület. Gyerekek, lehet, hogy veszek egy ifát, és akkor az egy ilyen... Teleraknám ilyen magokkal, meg ilyenekkel majd. És akkor az ki tud menni, ugye? Ki tudja vinni a cuccot. Az, hogy szerintem ez tök jó lenne, nem? Belegondoltok? Várj, van ilyen nagyon halványkék. Ez ilyen... Mármint... Jaj. Mondjuk ennyire halványkék nem volt. Csak már így kiszívta a nap, nem? Jaj, ilyet ez jó. De mondjuk ez a másik kék. Ez az. Megvan gyerekek. Mondjuk az plusz 1000-be kerül. Megjelenítő szám. De mi az? Előbb nem volt ennyi. Mi?
Várjál! Vannak különböző színfajták. Valamelyik nem kerül pénzbe, valamelyik pénzbe kerül. Fogom, mi az, hogy 2000? De melyik szín volt az, amelyik nem került pénzbe? De miért 2000? Az nullába. Megvan, hogy melyik színek mennyibe kerülnek. Vannak drágább színek. Jó, hát akkor... Ez meg ma 2500-ba kerül, látod-e? Ilyen metal, meg ilyen hülyeség. Nem is gondoltam volna. Viszont old kerék legyen. Gyerekek, vegyünk már egy ilyet. 3000, oké? Okay. Megint elvesztem a lóvét. 8400, nem is olyan olcsó! Oké? Okay. Sony nem ér. Hoppa, hoppa, most töltődött be. Jó, ezek meg csinálják a dolgokat, szépen. Ráni, rájuk nézek, oké. Okay. Jó, ez még végig megy, és akkor az alját fogja húzni, az tök jó. És jó, már erre indult el, tökéletes. Na gyerekek, nézzük. Az IFA, és arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e feszítőveink. Vannak feszítőveink, gyerekek, de viszont ez már megint olyan érdekes fajta. Motorhangot egy kicsit adok rá, már most meg már kevés. Meg mentek egyet. Na ne, ne az is nézd. Na gyerekek. Mennyivel? 89-el. Gyors reagálású erő. Már megmondom őszintén, annyira nem tetszik. Nem tetszik, nem tetszik. Nem tetszik, nem elég, nem rossz a modell, de ilyen, nézd meg, ilyen tök kevés a poligon szám. Nem. Nem srácok, bár most nagyon gondolkodok. És ez mit tud? Ezt le tudja elvileg nyitni. Meg ugye tudsz állítani dolgokat. Amúgy annak viszont nagy elődje lehet. Mi az, hogy B? IFA kikapcsolása. Nem tudom, hogy mit. Shift B. Azt a van befeszítőve bőven, gyerekek. Hát gondolkodunk. Nagyon gondolkodó vagyok. Gondolkodóban vagyok, gyerekek, hogy ezt megtartsuk-e. V50L. Rosszabb tudja, gyerek. Rosszabb tudja. Na. Jó lenne. Nem. Valójátok, nézzünk valami mást rá, mert... Nem, valahogy nem jön be. Valahogy igazából nem rossz, de valahogy nem. Valahogy nem. Tudom, hogy azon bukunk, mennyit bukunk. Megnézem, komolyan mondom, hogy mennyit bukunk, mert... Ne, hogy azt higgyétek, hogy olyan hatalmasat. Itt van egy gyönyörűség. Na, ez már mindjárt jobban tetszik. Na, magyar rendszám. Sokkal életűbb. Ez valami olyan mesterkéletnek tűnik. Bocs, a mód készítőjétől, hogyha véletlen. Hungary se. Hol van? Várjál, megnézzük. Igen. 5004 meg 3000 volt, tehát akkor 8400-ba fájt. Valahogy nem. Hát figyeljetek. Nincsen olyan, hogy nem bukunk. 7500. Hát... Igen, majdnem buktunk ezre, de hogyha belegondolsz, ez egy zsák mag, úgyhogy... Azért annyira nem fogunk tökön szúrni magunkat. Jó, lassan... Mondtad, mi lassan végzünk egyébként. Át kéne venni az Ettor Kristálnak a működtetését, mert... Talán lehet, hogy hatékonyabb lennék egy icipicivel.
Az a nagy alap, hogy ebben a részben lehet, hogy egy icipicit hosszabb lesz már megint, mert már megint a Keepernek kitalálta azt, hogy ebben a részben el kéne vetnünk, nem? Ja, bocs, nem tudom, az IFA nekem nem jött be. Jó, oké, okay. Egy ezres buktunk rajta, kipróbáltuk. Viszont most már nagyon nem kellene sokat költekeznünk, mert már tényleg az lesz, hogy nem fogjuk tudni megvenni a szomszédföldet, mert ugye 70-valahány ezer, 73 ezer kell rá. És azért most alávertünk egy csomó pénznek. Az MTZ fordul, jó, az MTZ 20 az utolsó csikját. Aminek örülünk. És az MTZ meg fogja csinálni a felső szekciót, amíg én ezt az alsót, vagy pedig, hát ja, ez mondjuk nem nagyon fogja megcsinálni, nagyon bénák ezek a gépi munkások ilyen téren. Hát ezt ki kell ejteni innen, ki kell szántani. Következő részben mindenképp egy aratást meg kellene ejtenünk, és meg kéne vennünk a földet. Ebben a részben legyen elvedve. Jön vissza az MTZ? Jön vissza az MTZ, utolsó csikot lehúzza. Figyeljetek, kell kettő vető, most képzeljétek, hol tartana. Az MTZ hol tart? Felénél. Magyarul felénél tartanánk a földnek. És akarjuk mi ezt? Lehet, hogy többen... Azért ilyenkor arra gondolok, hogy többen lehet arra gondoltak, mi a francnak kellett még egy vető? Hát ezért, mert nézd már meg. Hol tartanánk? A felénél a földnek. De viszont, mivel megvettük ezt, már is, szomszéd. Már is szomszéd van. Már is mindjárt végzünk, ugye? Tökéletes. Tökéletes. Az Árpával beültetett föld. És ugye egyszer le lesz műtrágyázva, belepörgöntük be az időbe, következő növekedési szakaszba végig kell futni csak a permetezővel, meg még egy műtrágyázóval, a műtrágyázón. Használtuk már ezt a nagy barom nagy műtrágyázót? Szerintem azt nem is. Vagy igen? Azt nem használtuk valami 22 méteres gyerekek, azt szerintem itt lehúzni ez a kétszer. Úgyhogy ez tök jó lesz. De kaptam választ ugye közben a komment szekcióval erre a messzezésre, mert ugye nagy vita alakult ki, hogy miért kapcsoltam ki a messzezést, és akkor egy ilyen kommentreagáló videóban mondtam, hogy hát ne haragudjatok, de én falusi gyerek vagyok, de büdös életben nem láttam, hogy messzeznék a földet. Írta valaki, hogy azért, mert ez igazából nálunk nincs. Nálunk más a pH értéke a földnek, más a savassága. És Amerikában is néhány területen viszont szükség van a messzezésre, mert olyan a földnek a savassága, hogy vissza kell állítani mindig. De Magyarországon azt hiszem, hogy nincsen ez. Szóval ez jó, vagy pedig nem foglalkoznak vele, nem igaz? Na jó, hogy ezt pont végeztük, látod? Milyen jó volt, hogy ez végezett vele a Keeper. Nézzük a MTZ-t. De talán elég lesz, ezzel megyek föl. Hogy fogyna az üzemanyag már? Ugye nem pici földeken kóborlunk, odané. Mostankoltuk az MTZ-t, már megint félig van. És föl fogom hozni, egyébként az MTZ jobb, mert nézzétek, 27-re szalad itt szépen, azért mozgékonyabb. Azt fogom csinálni, hogy ezt itt megindítom, és be fogok segíteni neki a krisztállal, hogy tényleg minél hamarabb végezzünk. Tudom, hogy egy kicsit most hosszú ez a videó, de ilyen feladatokat tényleg úgy kellene csinálni, hogy... Ilyen feladatokat tényleg úgy kellene csinálni... A 250k tupilag volt, ott ránézek, baza belagolt. Meg egyébként az IFA is kicsit fura volt. Ugye nem biztos, hogy az optimalizációra nagyon sok nagy hangsúlyt fektetnek a... aki a modot megcsinálja, örül neki, hogy működik frankon, aztán... Mert az MTZ például sokkal bonyolultabb, mint az a... mint az a T150K, de mégis az tök jól működik, a nulla lagot generál. Oké. Okay. Ja, bazzer, mondtam, hogy fölmegyek segíteni neki, na mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj. Mivel, ugye, kell itt mást is csinálni a gyerekek.
Ezt a műtrágyádot még nem is használtuk. Nagyon kíváncsi leszek rá, van 20-valahány méteres. Elviszi ez a gépecske? El. Az MTZ-nek tudunk súlyt rakni az elejére, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Hát meg ez ilyen böszben nagy. Azért ez ilyen böszben nagy, gyerekek. Ezért. És megint kell hozni cuccot. Megint kell. Figyeljetek, lehet, hogy az lesz, sportkocsit fogok felhasználni. Ezt a sportkocsit telerakom mindenfélével. Egyelőre most mondjuk spórolási van. Majd be kéne löfenteni ezt, hogy ez mennyire, mekkorát durrant. Azt a betyáró is tehet. Jó van. Erre voltam kíváncsi. De ma... Jézus, kiszólt, hallod? Már csak 93%-on van. Ez mi volt? Nem volt ez egy kicsit erős? Egyelőre még nem kell. Ez lehet, hogy kicsit a konfiguráció érdekes. Vagy csak ennyiben? Nem ennyiben bele. Ezer. Nehogy már annyit kiszort, érted? Erre kíváncsi leszek, remélem, hogy működni fog jól. MTZ-t átvesszük. Remélem elég lesz a műtrágya, mert ráadásul már nincs is. Ja, remélem működni fog minden. Szuper, jó, oké. És akkor a következő részbe pörgetjük az időt. Gyorsan le, permetelünk. A következő részben gyorsan lepermetelünk, egyszer műtrágyázunk, és az aratást is el szeretném kezdeni. Hú, sorskártya nap lesz, úgyhogy, vagy sorskártya húzás lesz, nem is nap lesz, mert ugye és már két rész is szok felkerülni néha napján, úgyhogy nem biztos, hogy csak a sorskártya nap, hanem ugye két rész az változhat. Na. Adjad neki, Sanyi, próbáljuk meg beosztani azt a kis műtrágyánkat. Ami valószínűleg, hogy pont ki, vagy nem, igen, az pont ki fog fogyni. Aminek nem nagyon örülök, mert ide nem a... Úristen, nincs az olyan. Ki fog fogyni, gyerekek? És nincs... A másik vetőt meg hozzam fel megint, ne. Ne. Halljátok, miért mindig nincs a szerencsém? 9, 8, 7, 6, 5. Jaj, de só. Figyeljetek aztán, hogyha ez nem kétszer lesz trágyázva ez a rész, vagy pedig azt csináljuk, hogy trágyázni ugye tudunk, úgy is majd, hogy pörgetem az időt, és akkor a trágyaszóróval kétszer ledorálom. De egyébként félek, hogy bagos az a trágyaszóró, nehogy már kiszórt annyit. Hogy nem volt-e le? Mondjuk, ti vissza tudjátok nézni, ilyen nem, figyelni kell a dróna, aztán akkor nem lenne ilyen gond. Yeah. Egy. Zero. És itt más színe is lesz. Hát lehet, hogy leszórom trágya szóróval azért. Mert már kipróbáljuk, meg ha nagyon bagos, akkor el is tudjuk adni, mert nehogy az legyen, hogy kiröffenti egy pillanat alatt. De most ilyenkor ez képes volt és megállt. De miért állt meg? De miért állt meg? De akkor legalább ne állna meg, hát... Érted? Nem kellett volna megállnod, húztad volna, hogy jó, akkor már hozom a másik krisztát. Komolyan mondom, nem hiszem el, érted, hogy ennyi múlott ez az egész. Nem hozom a másik... Meg hozom az MTZ-vel, az gyorsabb. De érted, ennyi múlott. Ilyen mindig ez van. Ne. De mindig olyan szerencsém van egyébként, ezelőtt is ugye pont nem jött össze, vagy összejött volna majdnem a pénz, de pont learadták a kukoricát, lefele mentek az árak. Az árpára biztos vagyok benne, megint a békessége alatt lesz akkor, amikor én akarom eladni. Abba biztos vagyok, gyerekek, azt figyeljétek meg, azt tudti, jó, akkor a másik, a sárgát elviszem, abban van annyi cucc, hogy ez elég lesz. Ez nagyon fájdalmas volt, hogy pont, érted, 5 percen ad végezni, most meg akkor 10 perc plusz.
The pawn, pawned. Az a baj, tökéletességre próbálok törekedni. Na, ezért lett más színe, érted, nem kevered. Pontosan tudod, hogy melyik hogyan. Ja, próbálok a tökéletességre törekedni, főleg azért, hogy a legelőször, amikor ezeket a földeket csináljuk. Ugye most akkor már tudjuk, hogy kukoricából 40 ezer, repcéből olyan 45 ezer jött be, és akkor meg tudjuk nézni, hogy árpából mennyi pénz jön be, és akkor tényleg tudom viszonyítani, akkor én el tudom dönteni, hogy mennyi pénzt tudok kiszedni az aktuális cuccosból. És mit érdemes csinálnom? Mert sokan írtok sokfélét, nem mondom, hogy rosszat, mert lehet, hogy jót. De így biztos, hogy én is meg tudom nézni. Jó, gyerekek, kb. Annyi pénzünk van, amennyinek kell lennie. Pörgetjük az időt, valószínűleg a szomszéd terület is elkezd growingolni majd. Remélem, hogy nem hagyják parlagon, vagy nem tudom, valami, nehogy valami bármi is történjen bele, mert akkor magamhoz nyúlok. Most lehúzzuk, megyünk visszafele, ugye, amíg elmaradt, hát látjátok, ennyi mullott. Ennyi mullott, érted? Két csikon. Igen. És akkor a következő, bocs, hogy hosszabb a videó, következő részben veretjük tovább. Időpörgetés, semmit nem kell csinálnunk, csak egy műtrágyázás, nagyon kíváncsi vagyok arra a műtrágyázóra, meg igen, hát a sorskártyára meg megint, hát ez valami jót hozzunk, ne valami rosszat. Földet bukó kakos, egyébként nagy baj nem lehet, én úgy érzem, a nagy baj az egy dolog lehet, megmondom, egy dologtól félek, egy darab sorskártyától, amitől biztos, hogy szívinfarktus kapnék, az nem más, mint a lerohadt a földeden a termés. Attól az a legnagyobb számútól, mivel egy földünk van, gyakorlatilag ugye a másiknak nincs számja. Egyik rész után írta valaki, hogy nem az volt, de hát annak ugye ennek nincs száma. Ugye ez nem tartozik bele, ez nincs szám, ez szám nélküli. Látod? Vannak olyan földek, amik nincs száma. Na gyerekek, ezzel meg ugye akkor kell nekünk egy permetezőt fölkapni. A permetező nem mondta, hogy ott van bár. Ó, te fiú. Tehát ezt kikapjuk. Ja, a rész. Meg ezt elfordítom egy kicsit. Halljátok, azért ez betenné a kaput az MTZ-nek, ezt kéne vonszolnia. Igen, hogyha kell valami eszköz, amivel folyamatosan a magot meg a műtrágyát hordom a gépeknek. Ez nekünk nem lesz jó, hogy... Nekünk az nem lesz jó, hogy folyamatosan a boltba követnem, meg folyamatosan be kell járnom a telepre. Főleg, ha messzebb dolgozunk, még itt nem olyan vészes, de hogyha messzebb dolgozunk, minden vetésekhez ki kell menni mindenképp egy géppel, egy support géppel. Úgyhogy ezt ne felejtsük el. Jó, a gyerekek, közben búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát nagyon kíváncsi vagyok, a következő részben meg kell lenni a másik földnek. Lehetőleg úgy, hogy... Gyomírtót is föl kéne tölteni. Lehetőleg úgy, hogy éppen aratás előtt legyen. És figyeljétek meg, amilyen ma azért van, higgyétek el, hogy cukorrépa vagy valami ilyesmi fog rajt lenni, amit nem tudok kiszedni. Tuti, figyeljétek, répa, krumpli, az a kettővel lesz beültetve, az 100%. Na srácok, akkor elhagytam a gépet, elbúcsúzom. Köszi szépen a figyelmet, hú, rengeteget dolgoztunk a mai részben is, és még mindig nem érünk a végére. Jó, sziasztok!